Patkoló szerszámok, bőrlyukasztók, kézi használatú gyaluk, és még sorolhatnánk. A cipész, az asztalos, a kosárfonó, a kovács és a fafaragó szakmák legfontosabb kellékei. A kisipari műhelyek megszűnésével nem csak a tárgyak, az ősi szakmák is lassan feledésbe merülnek. Szeretnénk, ha ez nem így lenne, mondta Vajda Gabriella a Szegvári Tűzköves Alapítvány képviseletében, azon a tárlat megnyitón, amelyen átadták a Jaksa János helytörténeti gyűjtemény Mesterségek utcája kiállítását. Mindig nagy öröm számomra egy hagyományőrző rendezvényen való részvétel. A Hagyományőrző Alapítvány a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt Kubinyi Ágoston programban nyert pályázati összeggel segítette a gyűjteményt. A helyi muzeológus szegvári mesteremberektől vagy azok leszármazottaitól gyűjtötte a kiállítás anyagát. Sinka Balázs cipészmester szerszámait a felesége adományozta a múzeumnak. Az asztalos szerszámok a Rúzs Molnár családtól származnak, a kovácsmesterség legfontosabb eszközeit pedig Tóth Ferenc, ma is aktív kovácsmester adta kölcsön a tárlat idejére. Kulbert György fafaragó művész nem csak tárgyakat hozott a kiállításra, hanem ünnepi műsorral is készült. Csurka Adrienn és Szűcs Máté a Dobbantó Néptánc Együttes táncosai ruhájukkal és előadásukkal is azt a kort idézték, amikor mindez még nem a múlt, hanem a mindennapi élet része volt. Szerettük volna már kibővíteni a néprajzi tárlatunkat egy ilyen értékkel, és akkor most sikerült összegyűjteni a hozzávalókat szegvári emberektől. A Szegvári Falu Múzeum 1954-ben nyitotta meg kapuját, alapítója és szervezője Jaksa János helyi tanító volt, aki 1981-es haláláig lelkesen gyűjtötte és gondozta a múzeum anyagát. A majd 200 éves nádfederes parasztházat a környék földbirtokosai, a gróf Károlyi család építette. A helytörténeti gyűjtemény mellett a Szegvár határában feltárt neolitkori tűzköves lelőhely néhány darabja is megtekinthető itt. A Hunyadi utcai kiállítóhely állandó tárlata előzetes bejelentkezés után egész évben látogatható. A szervezők szándéka további gyűjtésekből bővíteni a tárlat anyagát.